Pénteken délelőtt tartották a Széchenyi István Egyetem regionális és gazdaságtudományi doktori iskola regionális tudományi program tanévnyitó ünnepségét, ahol elsőként dr. Dusek Tamás iskolavezető ismertette a változó világunkban a doktori iskolák szerepét. Most a részben a pályázati pénzeket osztása kapcsán is, meg a egyéb területeken is átfordult oda, hogy az interdisziplinaritás ismét fontos, tehát amivel a regionális kormány egyébként alapból jó helyzetben van, hiszen önmagában a térrel, nem a térrel foglalkozik önmagában, de azzal a geometria foglalkozik, hanem valamilyen társadalmi gazdasági tartalom is kell hozzá, ezért a együttműködés más tudományágokkal a regionális tudomány számára. Például akár az orvos tudomány számára, aminek a képviselőjeként köszönhetjük polgármester urat. Majd a város első embere, a Széchenyi István Egyetem tanára beszélt a PhD diploma fontosságáról. Nagyon fontos a pontosság, a precízség ezen a téren, és nagyon fontos az, hogy tényleg akarják ezt a diplomát. Ugye mit jelent a PhD diploma, mikor megkapja valaki? Ezt tudja valaki, hogy mit jelent ez? Tehát mire jogosít fel, mit igazol ez a diploma? Ez azt igazolja, hogy önálló kutatásra alkalmasak. Ettől nem lesznek még professzorok, az egy hosszabb út. Nem lesznek még tudósok, de alkalmasak arra, hogy tudóssá váljanak. Ez a kapu, ahol beléphetnek a tudománynak abban a világába, hogy igen, én alkalmas vagyok arra, papíron van róla, és nem úgy vettem, papíron van róla, hogy kutathatok, mert alkalmat tudok kutatni. Ez egy bizonyítvány. Dr. Dézsi Csaba András azt is kiemelte, hogy fontos értékelnünk a fejlődést, és mindig újabb motivációt kell keresni, ami előre viheti az embert. A hallgatóknak azt javasolta, leheljenek életet abba a témába, amivel foglalkoznak, hogy az ne csak érdekes legyen, hanem értelme is legyen.